tartságban tartanak embereket, elveszik a szerzett jogaikat, és gyakorlatilag a magyar jogállamiság alapját kikezdik ezzel a javaslattal, mert egész egyszerűen önöknek semmit nem fognak már elhinni, amit ígérnek vagy mondanak, mert azt látják, hogy a magyar állam, a magyar kormány, az önök kétharmados kormánya nem tartja az adott szavát. Nem tartja magát az állam azokhoz a szerződésekhez, amelyeket a munkavállalókkal kötött. És azért itt kitérnék egy-két dologra, tisztelt képviselőtársaim. Én magam is dolgoztam a rendőrség kötelékébe, nekem is jó néhány barátom jelenleg is ott dolgozik, jó néhány egyenruhát hordó barátom van, óriási a felháborodás a köreikben. És tudják miért? Nem kis részben azért, mert vannak olyan alosztályok a rendőrségnél, akciósoknál például, ahol hírből ismernek csak egy-egy nyugdíjas kollégát, mert egyszerűen senki nem éri meg a nyugdíjas kör közülük. Mert ezek az emberek elhullanak, mint a legyek, mert a stressz, az állandó, fokozottan rájuk nehezedő munkahelyi nyomás, az egész egyszer megöli ezeket az embereket, tönkreteszi az idegrendszerüket, és idő előtt meghalnak. 8-9 évvel élnek átlagosan is kevesebbet a civileknél. Önök erre azt mondják, hogy hát ez egyáltalán nem probléma, ezt így kell tudomásul venni, nekik ez a sorsuk. Én meg azt mondom, hogyha ezt elvárjuk azt, hogy ezt a kemény és nehéz és stresszes munkát csinálják, amire nem egyszer rámegy a magánéletük, akkor minimálisan elvárható az, hogy tartja magát az állam a szerződéses feltételekhez, és nem próbálja ezeket egyoldalúan megváltoztatni. Minimálisan elvárható az, hogyha önöknek ezek a szerződéses feltételek nem tetszenek, akkor a most fölszerelő emberekre terjeszthetik csak ki ezeket, kössenek velük olyan megállapodást, hogy vonzó legyen számukra valamilyen rendvédelmi szervezet, hadsereg, tűzoltóság, rendőrség, stb. Tagja lenni, adjanak nekik olyan életpályamodellt, hogy lássanak maguk előtt felemelkedési lehetőséget, egy olyan életpályamodellt, amely megnyugtató módon rendezi az anyagiakat, mert én személyes tapasztalatból tudom azt, hogy amikor ifjú rendőr voltam, nyomorogtam a fizetésemből, uraim, nyomorogtam belőle. Egy 35 négyzetméteres lakást lehetett kibérelni egy ekkora fizetésből. És jelenleg rendőrtiszthelyettesek hasonlóan élnek, nyomorogva. Önök pedig most azt mondják nekik, hogy az a kedvezmény, amit ennek ellentételezésére korábban a magyar állam fölajánlott, hogy elviselik ugyanaz egzisztenciális nyomort, de korábban mehetnek valamivel nyugdíjba, az teljes egészében megszűnik. Hát ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, már csak azért is, mert önöknek halvány fogalma nincs arról, hogy hova szeretnék ezeket az embereket elhelyezni, már csak azért is elfogadhatatlan, mert az is nyilvánvaló, hogy nemhogy semmiféle munkaerőpiaci politikát nem látunk körvonalazódni, de egyenesen csökken a munkahelyek száma már hónapok óta. Köszönöm szépen. Két perces felszólása következik Rétvári Bence államtitkár úr. Köszönöm szépen, képviselő, én csak két dologra szeretném önt emlékeztetni. Ön itt a nyugdíjkasszáról, magánnyugdíjpénzekről úgy beszélt, mintha egy szocialista politikust hallottam volna felszólalni, itt ellopásáról, lenyúlásra és hasonlókról beszélt. Hát ezt abszolút nem értem, én megnéztem a parlamenti jegyzőkönyvet, hogy jól hallok-e. Ön ezt a javaslatot, Selmeci Gabrielnak a javaslatát a magánnyugdíjpénztár választás szabadságáról, TPER 1425, 2010. október 25-én 20:56 perc 33 másodperckor megszavazta, a másik javaslatot pedig, amelyik a kormánynak a javaslata volt, a szabad magánnyugdíjpénztár választás lebonyításával összefüggő egyes törvények módosításáról, ezt az összegyűjtött törvényjavaslatot 2011. 5. hó 2-án 17:20 perc 42 másodperckor szintén megszavazta. Nem egészen értem, hogyha ön a kormány magánnyugdíj pénztári vagyon lenyúlásáról beszél, akkor ön hogy ezeket mind megszavazta? Most akkor teljesen zavarban vagyok, képviselő, hogy most ezt támogatja vagy ellenzi, mert megszavazza, most meg azt mondja, hogy ez nem volt egy helyes döntés, ellenzi. Megnéztem mind a két szavazást, ő mind a kettőnél igennel szavazott, benne volt azok között, a jobbikos képviselők között, akik ezt támogatták. Nem egészen értem, hogy a szavazása és a retorikája miért áll 180 fokos ellentétben egymással. Köszönöm szépen. Két perces válaszadása következik, Volner János a Jobbik képviselője.
Köszönöm, képviselő úr, ha nem érti, nagyon szívesen elmagyarázom, meg kell engem kérdezni, és nagyon szívesen megteszem. Egyszerűen arról van szó, hogy önök valamilyen ígéretet tettek. Azt ígérték, hogy lesz egyéni számlás rendszer, és megőrzi a nyugdíja reál értékét. Mi ezzel a bizalommal, bízva abba, hogy önök tartani fogják a szavukat, megszavaztuk ezt a törvénymódosítást, aztán kiderült, hogy mindenkit átvertek az országba, aki élt és mozgott. Egész egyszerűen arról van szó, hogy önök hazudtak, önök nem írták le a választási programban, hogy el akarják venni a rendvédelmisek nyugdíját, és erre válaszoljon képviselő úr, hogy miért nem írták le, az lett volna az egyetlen tisztességes eljárás. Leírják a választási programba, hogy el szeretnék venni x 100 000 vagy x 10 000 ember nyugdíját. Ilyen nem történt. Egész egyszerűen egy átverés történt az önök részéről, amiről most itt lehet különböző magyarázatokat gyártani utólag, hogy melyik mondatban mit kellett volna beleérteni, de ilyen lépések nem történtek. Az egyéni számlás rendszer pedig, amit önök korábban fölvázoltak, szintén nem kerül bevezetésre, semmiféle fedezet nem lesz a nyugdíjak mögött, leszámítva Orbán Viktor miniszterelnök úr szóbeli ígéretét, amit aztán majd évtizedek múlva kell a mai fiataloknak kemény forintokra váltani. Hát röhely az egész. Köszönöm szépen. Két perces reagálása következik Rétvári Bence államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ha átverésről van szó, szerintem akkor veri át a Jobbik a választóit, ha leírja a választási programjának a 34. oldalán, hogy az alaptalan vagy indokolatlan korengedményes és rokkantsági ellátásokat fölvizsgálja, majd az erre vonatkozó törvényjavaslatot nem támogatja. Én úgy gondolom, hogy ez az átverés, és ön pedig jól láthatta, hogy mindazokat az adatvédelmi és informatikai törvénymódosításokat már elfogadtuk a parlamentben az elmúlt hónapokban, amelyek azt biztosítják, hogy az egyéni számlásrendszer kialakítására a nyugdíjbiztosító főigazgatóság megtehesse a lépéseket, ennek az ilyesfajta jogszabályi környezetét garantáltuk már az előző hónapban. Ha ezeket figyeli képviselő, bízom benne, azokat is megszavazta, ugyanúgy, mint a magánnyugdíjakkal kapcsolatos egyéb előterjesztéseket, amelyeket most ellenzett itt a parlamenti patkóban, akkor látni fogja, hogy ez a rendszer is a 4 éves ciklus során ki fog alakulni, és bízom benne, hogy mind a Jobbikos, mind az MSZP-s, LMP-s, Fideszes és KDNP-s, valamint pártokra nem szavazó állampolgárok számára is egy biztos és kiszámítható jövőt jelent. Ennek a fedezetét, hogy a nyugdíja kifizethetőek legyenek, az egyik fedezetét pontosan az ilyen típusú intézkedések jelentik, mint ami most is a ház asztalán fekszik, hogy a munkaképes korú, egészséges, tetrekész és munkavégzésre alkalmas emberek 40-50 évesen ne otthon legyenek, hanem jön ezért a pénzért, ami nem 60 000 forint, hanem 179 000 forint, ugye az átlag azoknál a nyugdíjaknál, amikről most beszélünk, azok ezért valamilyen közrendvédelmi vagy egyéb feladatot lássanak el az állam kötelékében, vagy hogy a piacon is el tudnak helyezkedni, akár akkor ott is. Köszönöm szépen. Schneider Tamás, a Jobbik képviselője kíván reagálni államtitkár úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Csak szeretném jelezni Rétvári Bence képviselőtársamnak, hogy a Jobbik frakció a nyugdíjpénztári törvénynél az alapkoncepcióra tartózkodással szavazott, és csak utána a korrekcióknál voltak olyan szavazások, amikor megszavaztuk annak érdekében, hogy remélhetőleg jobb lesz a szavazás. A másik, amit mindenképp szeretnék megkérdezni, mert most már tényleg kezdünk mi is összezavarodni teljes mértékben, hogy most akkor végülis mi lesz ezeknek a nyugdíjaknak a sorsa, mert itt a kommunikációban egyrészt azt hallottuk, hogy ez mind megy az államadósság visszafizetésére, másik részről pedig azt hallottuk, hogy foglalkoztatva lesznek ezek az emberek, tehát megkapják a fizetésüket, ami gondolom én legalábbis, hogy nagyjából nyugdíjjal azonos mértékű lehet, magyarul egyetlen egy fillér sem lesz megtakarítva. Én azt látom, hogy ahogy haladunk előre itt a vita során, folyamatosan egyre érdekesebb dolgok derülnek ki. Ugye az is elhangzott már, hogy 30 000 embert kívánnak csak, 30 000 embertől kívánják csak elvenni a nyugdíjat, na de hát éppen most volt kedden, mai nap volt egy kormányülés, ahol ugyebár már arról volt szó, hogy 220 000 rokkant nyugdíjas kívánnak felülvizsgálni, és ebből legalább 100 000 kívánnak a munkába visszaállítani valamilyen úton, módon, a még 600 000 munkanélküli mellé ugyebár. Tényleg döntsék már el önök, hogy most akkor mi lesz ebbe az országba, mert hogy itt aztán már teljes a káosz számunkra, az egyszer biztos. Köszönöm szépen. Két perces felszólásra következik Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm, elnök úr. Van egy népi mondás, ami úgy szól, hogy a későn megjött ész még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nem jött volna meg. Úgyhogy ezzel a Jobbikot szeretném dicsérni, hogy rájöttek arra, hogy ez a magánnyugdíjpénztári akció, Einstein, ez bizony lopás volt,
és a Fidesz még mindig nem jutott el idáig, hogy megjöjjön az esze. Van annak valami diszkrét bája, hogy egyébként jobb sorosra érdekes jogászok, mint a államtitkár úr is, olyan buzgón tévednek el gazdaságpolitikai dolgokba, hogy ez már katasztrofális. Tehát mindenkinek azzal kellene foglalkozni, amihez egy kicsit ért. Ehhez önök nem értenek. Ezt közgazdászokra kellene bízni, és a jogászok olyasmivel foglalkozzanak, amivel az ország javát szolgálják. Nem az alkotmányt kellett volna megszüntetni, meg most az alkotmányos jogalapot megszüntetni bizonyos nyugdíjjogosultságoknál, hanem gazdaságpolitikusoknak kellene foglalkozni azzal, hogyha önök vissza akarnak kényszeríteni százezreket úgymond a munka világába, akkor az hogy fog tudni elhelyezkedni. Nem jogtechnikákat kellene alkalmazni, hogy leveszik 90 napra a munkanélküli segélyt, hogy eltűnjenek a statisztikából a munkanélküliek, hanem olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, ami nem haragítja Magyarországra a befektetőket, ami serkenti a fejlesztéseket, és nem munkahelyeket teremt, mert az állam nem tud munkahelyeket teremteni. Ez egy nagy lózunk, ezzel is becsapták az országot a választások során. Tehát lózungot mondtam, nem mást, hanem olyan lehetőségeket kellene teremteni a befektetőknek, amiért megéri majd idejönni. Ezzel kellene foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt Józsa képviselő, ne vegye rossz néven, hogy annak ellenére megadom Vas Imrének a felszólás jogát, hogy nem közgazdász, hanem műszaki és jogi végzettsége van. Úgyhogy képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen. Azért arra szeretném az MSZP-s képviselőtársaim figyelmét felhívni, hogy amikor 2002-ben átvették a kormányzást, akkor emlékeim szerint 54% volt az államadósság. Amikor átadták, akkor 82. Tehát ilyen tendenciával, ahogy ha így ilyen felelőtlenül kormányozna bárki is, akkor 2014-re akár 120-130% is lehetne az államadósság hiány, úgyhogy igazából bármi, amit mi most teszünk, akár nyugdíjjal, akármivel, az sok esetben annak a következménye, amit önök az elmúlt 8 évben tettek, mert sajnos önök olyan mértékű államadósságot teremtettek, ami bizonyos értelemben korlátozza a jelenlegi gazdaságpolitikai lehetőségeket is. Úgyhogy Józsa képviselőtársam ugyan jó mosolyoghat, de sajnos önök teremtették azt a helyzetet, amivel most a 2010-ben hivatalba lépett kormánynak meg kell küzdenie. Úgyhogy lehet mondani, hogy önök ezt, meg ezt csinálják, csak a gazdasági folyamatokat összességében kellene nézni, és akkor rögtön nem lehetne ilyen szépen mosolyogni. Köszönöm szépen. Józsa István, matematikus mérnök, gazdasági menedzser válaszol. Köszönöm szépen, alelnök úr, felkészült, látszik a önéletrajzomból, és nagyon-nagyon jól esik, de az az igazság, hogy sokkal korábbi iskolázottsági szakaszra szeretnék utalni, jelen esetben nem a saját, hanem a Vas Imre képviselő úr esetében olvasni kell tudni, megtanulni, ugyanis, hogyha ezt a leckét sikerrel venné képviselő úr, akkor nem csak a füle alapján, amit a saját propagandistáik mondanak, hallaná ezeket a lózungokat, hanem elolvasná azokat a gazdasági mutatókat, hogy az államadósság az elmúlt 2,5-3 évben a világgazdasági válsággal összefüggésbe növekedett meg. A másik az, hogy 80% államadósággal vígan el lehet gazdálkodni, csak önök nem tudnak. Nézzék meg Európa számos országa, sokkal nagyobb államháztartási adóssággal, államadóssággal vígan el gazdálkodik, ott van a katasztrófa sújtotta Japán, 120% államadóssággal gazdálkodik, és lehet, hogy még keveset mondtam. Tehát a lényeg az, hogy önök szajkozzák ezeket a szólamokat, ahelyett, hogy megpróbálnának egy kicsit belegondolni. A kontúrpárról még nem is szóltam. Tehát aki előveszi a francia kulcsot,
előveszi a francia kulcsot akkor, amikor dolgozni kellene, és nem a munkás sorstársaival foglalkozik, hanem ilyen feladatra vállalkozik, amit itt most önök csinálnak, az egy szót ne szóljon. Ne csak nekem, hanem a többieknek se, akikkel együtt jött, jó? Felhívom a tisztelt képviselőtársak figyelmét, hogyha megnézik az időkeretet, minden frakciónak bőven áll rendelkezésre, kétperces reagálása is, így Vas Imre, a Fidesz képviselője következik. Két hozzászólásom lenne Józsa képviselőtársamhoz. Egyrészt megvédeném Kontúr képviselőtársamat, mert én is autószerelőként kezdtem a pályámat, úgyhogy a francia kulcssal és azzal a megjegyzéssel csinyán bánjon. A másik pedig, hogyha már Japánt említette, tulajdonképpen semmi gond nem lenne valóban a 82%-os államadósága, hogyha a magyar gazdaság olyan szinten állna, mint a japán gazdaság. Semmi probléma. Ha olyan állapotban adták volna át a 2010-ben a kormányzást, mint ahogy a japán gazdaságát 2010-ben, akkor szerintem tényleg semmi probléma nem lenne. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, természetesen egy általános vitában mindennel összefügg. Természetesen ennek a néhány soros alkotmánymódosításnak komoly kihatásai vannak. Természetesen mindenkinek megadom a szót, lehetőség szerint, ha majd lesz rá mód, a személyes párbajok megvívása után akkor próbáljunk szorosabban visszatérni. Most megadom a szót Ivanis Ferencnek, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm szépen. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház. Nem tudok sajnos sokáig maradni már, de a Józsa képviselőtársam, már ez is nagy eredmény, hogy így említem, tehát Józsa képviselőtársam stílusa az egészen elrettentő volt. Szerintem szégyelje magát. Ezt azért mondom így, mert nem csak bekiabálással, hanem ezt a jegyzőkönyvben szeretném mondani. Az a stílus, amit ott megengedett Kontúr Pállal szemben, az egy felsőbbrendű nagyképű duma volt. Úgyhogy ezt a stílus szerintem be kellene fejezni. Ha mond valamiket, akkor figyeljen oda arra, mit mond. Annak különös bája van, hogy maga akarja elmondani a Szocialista Párt képviselőjeként, hogy mi a lopás és mi nem. Kicsit nézzen körül a saját házatájukon, és akkor majd látja, hogy mi a lopás és mi nem. Az az ország, amit önök itt hagytak, az az ország egy romokban heverő ország. Egy romokban heverő ország. Persze ezt az önképe ezt nem tudja pontosan, mert ön szerint a világ jó állapotban van, és jó kedvű a világ a nagy adósságaival. De akkor olvasson egy kicsit többet a világgazdasági helyzetről, olvasson egy kicsit többet arról, hogy milyen költségvetési intézkedéseket hoznak szerte a világban, és mennyire vidámkodnak a saját helyzetükben. És az, hogy önök így hagyták itt ezt az országot, ilyen adóssággal és ilyen helyzetben, az minket nem hozott könnyebb helyzetbe. Ezért van az, hogy a Fidesznek olyan intézkedéseket is meg kell hoznia, amelyek borzasztó kényelmetlenek, kellemetlenek, de az ország javát szolgálják. Mi itt azért dolgozunk, hogy a nyugdíjak rendbetételével, a tisztességes munka elismerésével tudjunk előbbre jutni. Rendet kell tenni. Önök az elmúlt 8 év után olyan országot hagytak itt, amiben az erkölcs a porban hever, amelyben a tisztességnek semmiféle nyoma nincsen. Olyan országot hagytak itt, ahol a családokat szétverték, és az egyének próbálnak érvényesülni, úgy, ahogy a másik hátán. Mi azt szeretnénk, hogyha egy együttműködő ország lennénk. Egy olyan ország, ami előbbre tud jutni. És ehhez sajnos kellemetlen intézkedéseket is meg kell hozni. És meg is fogjuk tenni. A tisztesség és a munka. Ez kell, hogy vezessen bennünket. Köszönöm szépen. Két perces reagálása következik Lampert Mónika, az MSZP képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A képviselő úr mondott néhány olyan dolgot, ami nem felel meg a valóságnak. Egyrészt a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságáról mostanában beszélnek. Szeretném önt emlékeztetni arra, hogy a választások előtt az ön miniszterelnöke nyilatkozta, azt ennek írásos nyoma is van, hogy ez a nyugdíjrendszer, ez fenntartható, és nincs szükség semmiféle ezzel kapcsolatos megszorításra. Akkor azt mondta Orbán Viktor, meg szükség volt azoknak a szavazatára, akiknek a feje fölé most ezt a Damoklész kardját függesztették, hogy a szerzett jogaikat bármikor
elveheti tőlük a fideszes többség. Tehát ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak. A másik, ami a költségvetéssel kapcsolatos, én tudom, hogy az önök PR-esei azt írják elő önöknek, hogy ezt a 8 évet, meg ezt a gazdasági csődöt mindig el kell mondani, meg a költségvetés problémáit. Emlékeztetni szeretném arra önt és az érdeklődőket, hogy amikor átvették a kormányzást, akkor nem a költségvetési hiány volt a legnagyobb bajuk. Akkor még 7%-os hiányról beszéltek, aztán amikor Orbán Viktor találkozott fontos európai vezetőkkel, és megmagyarázták neki, hogy miért nem lehet egy világgazdasági válság utáni időszakban az ő elvárásukat teljesíteni, akkor elkezdték ezt az új kommunikációt, és a legtisztességtelenebb ebbe a dologba az, hogy esetleg, ha valaki nem hallotta, Kontúr Pál hangoskodik. Szóval, meg az Ivanics Ferenc is hangoskodik. Szóval értem én, hogy idegesíti önöket, de az igazság, de a legnagyobb részt ezen a rendszeren és ezen a költségvetésen az az 500 milliárd forint okozta, amit önök odaadtak a tehetőseknek, és ami több mint 100 ezer forintos havi többletjövedelmet eredményez az önök minisztereinek, államtitkároknak, képviselőknek és mindazoknak, akik egyébként magas fizetéssel rendelkeznek. Ez az igazi probléma. Köszönöm szépen. 2 perces felszólása következik, Kontúr Pál, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, azért azt hadd mondjam el, hogy én 40 évet dolgoztam becsületes kétkezi munkásként, és ennek a megbecsüléseképpen lettem én képviselő itt a magyar parlamentben, és ezt a réteget képviselem ma is, és én nekem ma is van munkahelyem, és ma is ezt a munkát, és erre büszke is vagyok. Érti? Ez a különbség kettőnk közt. Soha nem voltam pártmunkás, én mindig csak pártmunkás volt. Ez a hogy mi a francia kulcs, és amikor ön látta ezeket a felvételeket, és tudja azt, hogy nem tud különbséget tenni egy villáskulcs és egy francia kulcs között, mivel nem tudja, hogy mi az. Egyikről sem tudja, nincs tisztában vele, ezért beszélt butaságokat. Ennyit ért a munkához egyáltalán, ennyire felkészült, ugyanennyire felkészült szakmailag, gazdaságilag is, ugyanis Magyarország gazdaságát próbálja összehasonlítani, és az itteni államháztartási hiányt a nyugat-európai óriási ipari potenciállal rendelkező országoknak a pillanatnyi hiányával, hát azok pillanatok alatt állnak talpra. Mi meg soha nem érjük utol őket, tisztázunk valamit. És a Fidesz kormány 52% vagy 53% hiány alatt át, ezt Lampert Mónikának szeretném azért a figyelmébe ajánlani, hogy az nem 80%. Ez 53% alattuk át. Önök 80-nal. Nincs piáros, ez magáért beszél ez a tény. És butaságokat nem kell mondani. Ennyi van önökben, ez az önök szakértelme, 8 év alatt ezért tudták tönkretenni az országot, meg zsebre is dolgoztak. És mindig ez volt a szemükben, mindig a zsebre jusson minél több. A haveroknak, a kapcsolatrendszernek. Köszönöm a szót, elnök úr. 2 perces reagálása következik, Berta Szilvia, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Kormánypárti képviselőtársaimnak szeretném felhívni a figyelmét, hogy azért tegyük már tisztában, hogy az, amit 8 év alatt a szocialista kormány művelt, az tragédia volt. De ez önöket nem mentesíti azért az erkölcsi és morális felelősség alól. Tehát lassan piedesztára emelik ezt a javaslatot, mint az erkölcsiség csúcsát. Tehát azért tegyük tisztában, hogy ezzel gyakorlatilag szinte szerződésszegést követnek el. Ugyanis a rendvédelmi dolgozók, akik már nyugdíjban vannak, azok azért vállalták azt a hivatást, mert cserében megvolt, hogy miket kapnak. A kötelezettségeket, amiket vállaltak, jogokról lemondtak, illetve hát nem voltak túlfizetve. Ezért cserébe kaptak mindenféle juttatásokat, be voltak ígérve. Ezeket fokozatosan megmondták, és most még vissza is akarják venni tőlük azt, amit már évek óta birtokolnak, a nyugdíjat, a szolgálati nyugdíjat. Tehát ők teljesítették azt a részt, amit vállaltak, a kormány pedig fogja és felrúgja ezt a szerződést, és még nem, hogy nem teljesíti, még vissza is veszi azt is, amit már odaadott.
Tehát azért itt ne hivatkozzanak már erkölcsi meg morális kérdésekre, hogy ez felmentést ad, és ez igenis jogos. Ez nem jogos. Továbbá itt rendszeresen hivatkoznak nemzetközi példákra, elmondják, hogy hol mennyi a korkedvezményes nyugdíj, és mennyivel dolgoznak többet, akkor elmondanám, hogy például az USA-ban, mindig az USA-ra vagy az Európai Unióra hivatkoznak, kivéve amikor az hátrányos lenne. Tehát az USA-ban 20 év után mehetnek például nyugdíjba a rendőrök. Tehát akkor említsük meg ezt is. Illetve nézzük hozzá azt is, hogy azok az emberek, akik mondjuk Lengyelországban 25 évet dolgoznak le, vagy 30 évet, azok mennyi fizetést kapnak közben, és mennyit kell dolgozniuk ezért. Tehát egyben nézzük kereken a történetet, és úgy hasonlítgassuk össze, és úgy hivatkozunk nemzetközi példákra. Köszönöm a szót. Két perces felszólása következik. Ivanics Ferenc, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Lampert Mónikának mondanék annyit, azért szép és tisztességes az a szándéka, hogy a Szennyes próbálja most itt, de azt gondolom, hogy az elég nagy kupac ahhoz, hogy ne lehessen ilyen, hogy ilyen gyorsan el lehessen takarítani. Úgyhogy önök még évekig fogják hallani, és azt gondolom, hogy nem csak tőlünk, azt, hogy mi történt az elmúlt 8 év alatt. Az elég szomorú évei voltak Magyarországnak és a magyarságnak. Ez a mostani törvényjavaslat, ez gyakorlatilag ténylegesen kinyit egy kaput. De az a kérdés, hogy ezek után hogy bánunk vele. Mi azt mondjuk, hogy gyakorlatilag az ország tehervállaló képessége az nem olyan, hogy hosszú távon elbírja ezeket a terheket. Ezt szeretnénk olyan módon rendezni, hogy tényleg a munka legyen az elsődleges. Ennek sok összefüggése van, akár a munkahelyteremtése nézzük, akár a családok helyzetét nézzük, akár a ledolgozott éveket nézzük. Ez a törvényjavaslat gyakorlatilag annak ad lehetőséget, hogy átalakítsuk a nyugdíjrendszert. Miről beszélt a Fidesz? Arról beszélt, hogy a nyugdíjt külön kell választani a szociális ellátásoktól. Arról beszélt, hogy az öregségi nyugdíjt tisztává és egyértelművé kell tenni, hogy mindenki tudja, hogy miért dolgozik. Nyilvánvalóan ez a mostani helyzet, ez egy bonyolult helyzet, és szó van arról, hogy beleesnek olyanok is, akik rendvédelmi dolgozóként ledolgozták azt a néhány évet, de azt a 20 évet, vagy 25 évet, és ezek után mentek el nyugdíjba. De azt is látni kell, hogy a társadalomban óriási az elégedetlenség azzal kapcsolatban, hogy mennyien mennek el 40 évesen nyugdíjba, és utána milyen módon élnek. Ez a legkisebb településtől az egészen nagy településig így van. És az elmúlt hetekben én bármerre jártam, még soha senki nem mondta azt, hogy szegény korai nyugdíjazottak, védjük meg már őket. A hangulat az más, tehát érdemes meghallgatni a másik oldalt is. Köszönöm szépen. Szintén két perces felszólásra következik Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Előre szeretném bocsátani, hogyha Ivanics Ferenc képviselőtársam félreértette volna, hogy én mindig a tisztelet hangján szóltam Kontúr Pálhoz. Most is azt mondtam, hogy szegény, és sajnálom, hogy egy ilyen törvényjavaslat mellett kell beszélnie, és azt meg megint sajnálom, hogy mondjam, már jó pár éve itt vagyunk a parlamentben, és nem volt alkalmunk beszélgetni, de most kell elmondani, hogy én azok közé, az ifjú mérnökök közé tartozok, aki lejárt mindig a műhelybe, és nem akarta a szakemberek helyett beállítani a plazmavágót, mert azt tudtam, hogy ahhoz ő ért legjobban, és nagy megbecsüléssel voltam iránta, mert ő is tudta, hogy mi az, amit én tudok jobban, és így tudtunk együtt dolgozni. Nem mintha baj lenne, hogyha valaki politikai munkás volt, vagy pártmunkás volt, de én életem folyamán végig műszaki voltam, és erről szívesen beszélgetek, a szakmai tapasztalataimat szívesen megosztom. A zsebek megtömése. A zsebek megtömésére azt tudom mondani, hogy 50%-kal emeltük meg a köztisztviselők közalkalmazottak javadalmazását 2002-ben, amit önök most romoknak mondanak. Az életszínvonal még a válság éveivel együtt is az elmúlt 8 évben 27%-ot emelkedett, úgy emelkedett 27%-ot, hogy ez a válság előtt plusz 33%.